Jó napot kívánok, Ács István vagyok, a Helikon Taverna egyik séfe. Ma az étlapról választottam egy ételt, filézett rakott csirkecombot fogok készíteni szuprém mártással, zöld babrőzsével. A csirkecombokat kifilézzük, csont mentén megvágjuk éleskéssel. Alulról is elhúzzuk. Majd bőrét lehúzzuk. Csirkecombot sózzuk, borsozzuk, majd így rétegezve letesszük a csirkecombokat. Amikor egy ilyen réteget elkészítettünk, akkor gulyáskrémmel egy kicsit megkenjük, és akkor ismételten. Hús. Bors. Só. Ismét gulyáskrém. Vékonyan megkenjük. Így lerétegezzük. Majd zárható fedelű edénybe, lepréselve, gőzüléses sütőben, 110 fokon, 50 percig sütjük. Egy szuprém mártást fogunk készíteni, ami egy vaj alapú mártás. Vajat felhevítjük, hozzátesszük a lisztet, majd egy világos vajas rántást fogunk készíteni, majd felengedjük a húslevessel. Teszünk bele sót, nagyon keveset a húsleves miatt, borsot. Még készül a mártásunk, addig vágunk bele friss petrezsemzöldet. Ezt beleforraljuk, pacsolunk bele egy nagyon kevés citromlevet. Öntünk bele egy kevés tejszínt. Mártásunk elkészült. Elkészítjük a köretet. Az előre sós vízben megfőzött ceruzababunkat egy kis csomókba összefogjuk, és a bacon szalonnába szorosan feltekerjük. És akkor forró a zsivadékunk a serpenyőbe, ezeket a kis zöldbabrőzséket megpirítjuk. Nem maradt más hátra, hogy megtalálni az ételt, a csirkecombunkat a formából kiöntöttük, ráhelyezzük a tányérra, mellé rakjuk a zöldbabrőzséket, majd a mártásunkkal áthúzzuk. Jó étvágyat kívánok! Borbarát üdvözlettel köszöntök mindenkit az új esztendőben. Így farsunk felé robogva a séf úrnak az ajánlata szerintem egy kitűnő választás lesz, hogyha jönnek a maskarás barátaink, már pedig jönnek. Ez a rakott csirke mellfilé szerintem egy tökéletes menüsor lesz erre az alkalomra. Ehhez a rakott csirke mellhez ihatnánk fehér bort is, de én viszont ezt a kadarkát gondoltam, mivel ugye a töltelékhez, az ijesítéshez gulyáskrémet használta a séf úr. 2011-ben egészen különleges terméshez volt szerencsénk. A természet nagyon szép szőlővel ajándékozott meg bennünket, nagyon jó alapanyagot sikerült feldolgozni. A fény felé fordítjuk, látjuk, hogy színe olyan sötét, mintha nem is kadarka lenne, hanem valami más, sötétebb típusú bor. Illetve nagyon gazdag, nagyon különleges, érezni már, hogy egy nagy bor van a poharunkban. Ízében nagyon szépen lehet érezni ezt a túlérett gyümölcsöket, szinte már aszus jellegű, és nagyon finom érett megyre emlékeztető íze van. Bízom benne, hogy a mesternek, aki készítette,
a Lózi barátomnak még sok sikert fog elérni ezzel a finom kis kadarral. 34-es az extrakt tartalma, az alkoholja 14-es feles, de nagyon szép harmonikus, tehát abszolút nem lok ki belőle az alkohol. Hát én ezzel a borral szeretnék önöknek az új esztendőben nagyon jó tapasztalatokat szerezni a főzéstére, jó főzőcskézést, jó borozgatást kívánok, és hozzá jó egészséget valamennyiünknek, úgyhogy kedves egészségükre!